Önök a Schwindlerek legújabb adását látják. Alex, Paul és Jess hajmeresztő csalásokat hajt végre, és óriási összegeket zsebel be. A mai adásban Alex riasztja a gyanútlan vásárlókat. Nem én voltam, én nem lopok! Az erő Jesszel van, amikor kihívja Dicket és Domot a mai híres fogadásokban. Csupa erő! Kutyavilág köszönt ezekre a fiúkra, mivel Schwindlereink ma őket pécézték ki. Az biztos, hogy betörném a búráját. Paul, a megtévesztő művész. Jess, a szexis szélhámos. Alex, a titkos trükköző. Schwindlerek. Nagy a tét. Schwindlereink nagy kockázatot vállalnak, hogy rejtett kameráink előtt bemutassák azokat az átveréseket, amelyekkel a csalók évente több millió fonttal rövidítik meg az embereket. A műsor szereplőit valóban becsapták. Miután visszakapták a pénzüket, beleegyeztek, hogy a felvételeket bemutassuk. Így önök nem fognak bedőlni ugyanezeknek a trükköknek. Elnézést, ez a tiétek? Nem találtak egy tárcát? Az élet döntésekből áll. Ilyen lehetőség egyszer van. Biztos tipp, amivel megtízszerezhetjük a pénzünket. Igen, igen! Vagy jól döntünk. Gyönyörű! Ha egy százast teszek rá, egy ezrest nyerek. Vagy rosszul. Az biztos, hogy betörném a búráját. Következik a ti. Első rész. A tipp egy klasszikus csalás, amit hosszú évek óta gyakorolnak. Alex egy délutáni italra tért be ebbe a bárba. Ő a beetető. Az ő dolga bevonni a balekokat a csalásba. Mivel a bár szinte teljesen üres, könnyű a választás. Egyértelműen ez a két férfi lesz a célpont. Kezdődhet a játék. Elnézést! Ez a tiétek? Itt találtam. A tárca természetesen nem volt a padlón. Alex dobta le, hogy aztán felvehesse. Nem az enyém. Sajnos. Tele van pénzzel. Ez legalább 600 font. És egy csomó fogadási szelvény. J. Reilly fogadóiroda. Az itt van a sarkon. A pénzzel és szelvényekkel teli tárca azonnal felkelti a balek érdeklődését. Ezek 30 napos szelvények. Nem értek hozzá. Én semmit sem tudok a fogadásról. Életemben nem jártam fogadóirodában. Soha? Hármas futam, egyes futam, kettes futam. Akárkié a fickó szeret. Várjunk csak, négyes futam. Vajon van a négyes futamra? A szelvények agárversenyre szólnak, amit a tévé is éppen közvetít. Négyes futam. Lehet, hogy van itt nyerőszelvény. Láttam az előbb egy négyest. Várjunk, hol van? Ez az. Azt mondja, hangyaharcos. Erre fogadott a fickó. 150 fonttal. Megnyerte. 9 az 1-hez. Az mennyi? 150-nél. Szorozva a 9-el. 1350. 1351 nyert. Kezdek megijedni. Természetesen nem csak a szerencsém múlt, hogy a tárcában éppen benne volt a nyerőszelvény egy versenyre, amelynek a kimenetelét Alex nem tudhatta előre. Minden kutya nevére készítettünk szelvényt, így amikor Alex látta, hogy hangyaharcos a nyerő, a megfelelő szelvényt vette elő. Ki veszít el egy ennyit érő tárcát? Ki más, mint Paul? Ő a benfentes. Ő a belső információ tudója. Ő állítja fel a csapdát. Ez
Itt jártam nemrég, elvesztettem a tárcámat. Nem talált valaki egy tárcát? Elnézést. Itt álltam. Ezt keresi? Igen, ez az. Bocs, mi csak nem vettünk ki belőle semmit. Semmi gond. Ők a tanúim. Maga nagymázlista. A négyes futam bejött. Bejött? Be. Sok pénz. Az biztos. Megérdemlünk egy italt. Igen, szerintem is. A fiúk a vendégeim egy körre. Hát persze. Rob vagyok. Ilyen. Üdv, Barry vagyok. Üdv. Én Paul vagyok. Örvendek, örülök, hogy ennyire becsületesek. Egy beteghez hívtak, azért jártam erre. Orvos? Igen, igen. Amikor elő akartam venni a tárcámat, akkor vettem észre, hogy... Paul és Alex hangsúlyozza, hogy Paul orvos, és mindenki tudja, hogy az orvosokban meg kell bíznunk. És még nincs vége. Hogy? Van több is. Nagyon profinak tűnik. Van valami, amiről tudnunk kellene? Érdekelnek a kutyák, ezért rendszeresen fogadok rájuk. Állatorvos? Ne. Az állattenyésztőktől értékes információkat lehet kapni. Ők aztán tudják, hogy melyik kutya milyen formában van. Soha nem a saját agarukra fogadnak. Az információadás sokkal kifizetődőbb. Elnézést. Halló? Paul tehát nem csak orvos, de az agárversenyekben is érdekelt. Úgy tűnik, belső információkat tud szerezni a nyerő kutyáról. A tárcájában lévő pénz alapján ezek a tippek rendkívül megbízható forrásból származnak. Paul tehát felállítja a csapdát. Kérnék valamit. Tudják, hol a Riley fogadóiroda? Igen, én tudom. Vissza kell mennem a betegemhez. Mindjárt 3 óra, de ma délután lesz egy verseny, amire nagyon szeretnék fogadni. Egyelőre nem tudom, melyik kutyára tegyek pénzt. Később kapom meg az infót. Megtennék, hogy átmennek és fogadnak a nevemben. Adok készpénzt. A futam 20 perc múlva lesz. Kapunk 100%-ot? Fizetek még egy kört. Így megfelel? Nem túl nagy vonalú. Maga 1300-at nyer, mi meg egy sört. Mi meg egy sört. Most komolyan. Tudom ennek a versenynek a kimenetelét, de még nem kaptam meg a kiválasztott kutya nevét. Ide szólok, ha megtudom a nevet. 100%-os tipp. 100%. 100%. A lóversenyeken egy gyenge lovat keresnek, amit drogokkal stimulálnak. Az erőseket pedig leszedálják. Az agárversenyek előtt kolbászt kapnak azok a kutyák, amelyeknek nem kell nyerni. A kiválasztott kutya nyomába se érnek. Nem bírják a kolbászt. Erről van szó. A maguk dolga, de ha van készpénzük, itt az alkalom. Olyat választanak, amire legalább 10 az 1-hez fizetnek. Ha 500-at tesznek rá, 5000-et nyernek, plusz az 500-at. A szívességért cserébe a balekok hozzájuthatnak Paul belső információjához a megbundázott versenyről. Ezt a versenyt nem szeretném kihagyni. Rendben. Megadja a számát. Paul beírja a balek számát, hogy később megmondhassa neki a nyerő kutya nevét. És 500. Majd átad 1000 fontot készpénzben. Ne lobogtassuk. Inkább ne. És az 1500 fontot érő nyertes szelvény. Itt az előző nyertes szelvény. Ezt is tegyék rá arra a kutyára, amit majd megnevezek. Figyeljenek, én 20 000-et akarok nyerni ezen. Maguk eldöntik, hogy mit csinálnak, de én telefonálni fogok, és átadom az információt. Ami garantáltan sokat ér. Bízhatok magukban? Igen. Biztos? Igen. Én azt mondom, hogy ilyen lehetőség egyszer adódik. A terepet előkészítették. Paul annyira biztos a dolgában, hogy jelentős összeget tesz fel a következő versenyre. Vajon elég ennyi ahhoz, hogy ők maguk is a zsebükbe nyúljanak és feltegyék a saját pénzüket? Ha igen, biztos eredményre számíthatnak. Elveszítenek mindent. Folytatjuk. Yes, igen, igen! Elég volt ebből! Alex új holmikat néz magának, de mivel vérbeli csaló, esze ágában sincs fizetni értük.
ezt az üzletet szemelte ki. De sajnos van két probléma. Egy riasztórendszer és egy szigorú biztonsági őr. Alexnek persze ez nem akadály. Következik a hamis riasztás. Alexnek tervéhez szüksége van egy tettestársra. Úgy 20 perc várakozás után észreveszi ezt a két fickót. Belépnek az üzletbe. Ha minden jól megy, ezek a gyanútlan vásárlók pár perc múlva a duttukon kívül Alex cinkosai lesznek. Alex bemegy utánuk a boltba. Látszólag nézelődik, valójában a két balekot tartja szemmel. Azt figyeli, elég ideig maradnak-e a boltban ahhoz, hogy kivitelezhesse a tervét. Elvesz egy pár zoknit, nem lopja el, a zokninak mégis igen fontos szerepe lesz a későbbiekben. A balekok elindulnak a próbafülke felé. Néhány percig biztosan ott lesznek, ami pontosan elég lesz Alexnek. A biztonsági őr miatt nagyon gyorsan kell dolgoznia. Nem, ez nem én vagyok. Túlságosan nyálas, nem DJ stílus. Amíg a balekok a külsejükkel foglalkoznak. Túlságosan bő. Tetszik a nadrág, de túl bő. Alex összeszed néhány drága ruhadarabot. Nem, ebben nem lehet bulizni, nem jó. És mindent berak a táskájába. Immár 200 fontnyi áru van nála, de nem tud simán kisétálni a boltból, mert a riasztó azonnal megszólalna. Ezért van szükség a balekokra. Amint kilépnek a próbafülkéből, Alex előtt megnyílik a lehetőség. Az őr csak pár lépésre van, ezért nem hibázhat. Elnézést! Nézzük meg még egyszer. Alex elsiet a balek mellett, és beejti az oknit a nyitott szatyorba. Persze nem szerencsés véletlen, hogy a baleknál szatyorban. Alex pontosan ilyet keresett. Amikor a balek megpróbál majd kilépni a boltból, a riasztó megszólal. Így Alex kap 5 másodpercet, ami alatt kisétálhat a saját lopott holmiával. Alexnek csak az a dolga, hogy a balek nyomában legyen, amikor vásárlás után távozik a boltból. Próbáljátok meg a másik boltban. Ott lehet olyan, amit kerestek. Nézzetek be oda. Kösz, nincs mit. Katasztrófa. A balekok mégse vásárolnak, hanem gyorsan távoznak. Így Alex a boltban reked egy csomó lopott holmival a táskájában. Vajon mihez kezd? Ennyi volt. Már kint is van. Lássuk, mi történt. A balek szatyrában lévő lopott zokni bekapcsolta a riasztót. Alex rögtönöz és a kijárat közelében helyezkedik el. Amikor az őr visszaviszi a szatyrot a boltba, a riasztó újra megszólal, így Alex immár nyugodtan és észrevétlenül távozhat a lopott holmikkal. Nem én voltam, én nem lopok. Mindenki a két ártatlan vevővel foglalkozik, akikre komoly magyarázkodás vár. Hogy került bele? Valaki biztos belerakta, fogalmam sincs, hogy történt. Na ne! Elkérték a szatyromat, és volt benne egy pár szokni. Nagyon meglepődtem. Ilyesmire ne engem használjatok, nem akarok bíróságra és börtönbe menni, más dolgom is van. Ez egy klasszikus bolti lopás, amely az emberi természetre épít. Amikor ártatlanok mennek ki a boltból és megszólal a riasztó, ők megállnak. Az őr oda megy hozzájuk, az igazi tolvajok pedig közben kisétálnak. Mire az őr tisztázza a dolgot a becsületes vevőkkel, az értékesebb áruknak már nyoma sincs. A legjobb, ha az őr mindenkit megállít, amikor a riasztó megszólal, és egyesével ellenőrzi a távozni kívánó vevőket.
Azokban a boltokban, ahol vannak biztonsági kapuk, valószínűleg ipari kamerákat is találunk. Ha önöket tévesen bolti lopással gyanúsítják, őrizzék meg a nyugalmukat. Magyarázzanak el mindent a kiérkező rendőrnek, és kérjék, hogy nézzék meg a biztonsági kamera felvételét. Jó napot! Örvendek! Szevasz, Alex! Pénzt nyerni édesebb, mint pénzt keresni. Hogy a csodába fogod csinálni? Pénzt nyerni egy hírességtől még annál is édesebb. Következnek a híres fogadások. Svindlereink ezúttal két ellenféllel néznek szembe. A díjnyertes tévés műsorvezetők és DJ-k Dick és Doma vendégeik, akikre komoly erőpróba vár. Dom bűvészkedik is, úgyhogy mondhatni ő is amolyan Schwindler. Néha ülök a stúdióban, lenézek, sehol az órám, mindig ő cseni el. Tényleg? Hol a tiéd? Nem is volt. Oké. Okay. A kihívás előtt a Schwindlerek tudni akarják, milyen fából faragták az ellenfelet. Sokat edzetek? Igen. Remek. Hetente kétszer-háromszor járunk gyúrni. Hármunk közül ki ellen szeretnétek kiállni egy erőpróbára? Erőpróba? A túlélő ösztön rögtön azt mondja, hogy legyen Jess. Ez borzasztó, igaz? Jess nagyon ravasz. Igen, de ez erőpróba lesz. Nézd meg, karperecekkel kell összetartani azt a kevéske izmot. Skanderezik? Na-na! Igen? Boldogan. Skanderbajnok voltam. Aztán Dick következik. Dom mindenkit legyőz. Erős vagyok ám. Na persze. Van itt erő. Neki veselkednek. És már vége is van. Rendes volt veled. Szerintem is. Most én jövök. Nem meglepő módon a fiúk erősebbek, mint Jess. Ideje, hogy a pénz beszéljen, és megtörténjen a fogadás. Van tízesetek? Kaptunk, hogy szerepeljünk a műsorotokban. Pollal vigyázunk a pénzetekre. Fogok egy darab papírt, pontosabban ezt az újságot. Tehát fogom az újságot, és lerakom a földre, így valahogy. Ráállok az egyik végére, ti pedig a másik végére. Mindkét lábatok érinti a papírt. Igen. Fogadjunk, hogy ti ketten nem tudtok lelökni engem az újságról. Kettő egy ellen. Ez könnyű. Nem tépem el a papírt, nem viszem a terem két végére. Csak le kell löknünk róla. Úgy van. Jó, gyerünk, sima ügy. Oké. Okay. Kezet rá. Még egy tízes teszek rá, annyira biztos a győzelmünk. Azt hiszik, nem veszíthetnek. Hogyan fogja Jess megakadályozni, hogy a két erejetejében lévő fiatalember lelökje őt az újságról? Gyertek velem, keljetek fel, és gyertek velem. Dick, légy szíves, állj ide. Dom, te pedig oda. Bárány a farkasok között. 30 fontunk ugrott? Ne, menni fog ez. Oh, is. Disznó! Lökjetek le! Az ajtót nem említetted. Nem kérdezted. A csukott üvegajtó elválasztja Jess-t és a fiúkat. Lássuk, vajon elismerik-e a vereséget. Egy megoldás van, betöröd az üveget. Vagy kinyitom. Be kell törni. Akkor kifizeted? Lökjetek le! Egy pillanat. Te kisebb vagy, nekem hosszabb a karom. Dom megpróbálja. Fogd a karomat! Mindkét lábamnak érintérjék el a papírt, vagy veszítünk? A fiúk el, és kiestek. Bátor kísérlet, de nem volt semmi esélyük. Itt írjátok alá. Ismét a Schwindlerek nyertek, és gazdagodtak három aláírt tízessel. Aláírjuk. Az ajtó mögött. Visszavágó ajtó nélkül. Nincs visszavágó. Ez történt a tippben. Elnézést, ez a tiétek? Nem találtak egy tárcát. Örülök, hogy ennyire becsületesek. Jó tett helyében. Érdekelnek a kutyák, és tudom, hogy melyik fog győzni. Jót várj. Átmennek és fogadnak a nevemben? Ide szólok, ha megtudom a kutya nevét. 100%-os tipp.
de nem mindig az történik, amit várunk. Megtízszerezhetik a pénzüket. Igen, igen! A tipp második rész. Paul az orvos elsietett, hogy ellássa a betegét, Alex és a balekok pedig fogadnak a nevében. Egy százassal ezret nyersz. Vajon meggyőzte-e Paul a balekokat arról, hogy érdemes nekik is kockáztatni a saját pénzüket? Mikor adnék én bárkinek egy ezrest azért, hogy fogadjon vele a nevemben? Csak ha szerencsejáték függő vagy. Még bizonytalanok, de Alex segít a döntésben. Én felteszek valamennyit, megnézem, mi történik. Ha igaz, hogy belső információi vannak és tényleg működik, lehet, hogy ad még egy tippet. Mennyi pénzed van? 95 fontom, de az ki kell, hogy tartson hétfőig. És a kártyád? Az automatából vehetek ki. A szülinapi pénzem. Irány az automata? De igen. Helyes. Bingo! A trükk bevált. A könnyű pénzkereseti lehetőség túl nagy kísértést jelent. Elindulnak az automatához. Onnan pedig a fogadó irodába. Ez az J. Riley. Jó napot! Alex átnyújtja Paul szelvényét, amivel a korábbi futamon nyert, és felveszi az 1500 fontot. Ügyes! Kösz, ez nem semmi. Paul frissen nyert pénzkötege megerősíti a balekokat abban, hogy jól döntöttek. Akkor most azt is fel kell tennünk. Egy nyavajás kutyára. A balekok Paul hívására várnak, amiből megtudhatják annak a kutyának a nevét, amelyik megnyeri a következő futamot. Ha nem hív, elosztjuk három felé. Ő az. Hello. Üdv itt, Rob. Megvan a kutya neve. Wilson Pickett. Megvan? Wilson Pickett. Wilson, Pickett vagy Pickett? Pickett, megvan. Kösz, viszhal. Eddig jó. Meg kell tudnunk az ott szokat. 12 az egyhez. 12 az egyhez. 12 az egyhez, rendben. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Tudják, melyik kutya a biztos nyerő. Ráadásul az iroda 12 az egyhez fizet rá, vagyis szép summát nyerhetnek. Az ő pénze, nem az enyém. Alex indítja a sort. Fogad Paul pénzével és a sajátjával. Plusz 200. Ha veszít, esküszöm, hogy behajtom rajta. Mennyit tesz rá? 300-at. Nem csoda, hogy ideges. A 300 font elvesztése nagy érvágás lenne. Viszont 3600-at hozhat. A másik balek is bedőlt. Ez újabb 450 font. És most? Várunk. Ülünk és imádkozunk. Ha nem jön be, megölöm. Lássanak csodát! Amint a fiúk megteszik a téteket, Paul betege már meg is gyógyult. A szelvény, 2700 font. Nem, mintha nem bíznék. Ennyit kaptam a hölgytől, és a kp, amit maga adott, megszámolta. Valami nem stimmel. Azt mondtam helyre. Az mit jelent? Hogy első vagy második lehet. Mi? Helyre. Nem értek hozzá. Ezt mondtam. Azt, hogy Wilson Pickett. Wilson Pickett helyre. Azt nem mondta. Várjunk. Azt mondta, hogy... Helyre. Mondott egy nevet. Mi meg fogadtunk rá. Tettem rá 200 fontot. Én meg 2000-et. Úgy tűnik, a balek rosszul hallotta Paul-t, ezért mindenki rosszul fogadott. Ez a fajta fogadás azt jelenteni, hogy akkor is nyernek, ha a nevezett kutya másodikként ér célba. Azt mondta Wilson Pickett. Igen. Helyre. 11-es futa. Mennyit mondott? Azt nem mondta. Egész biztos, hogy mondtam. Lehet, hogy második lesz. Kezdjenek el imádkozni. Wilson Pickettnek nyernie kell, különben minden pénzüket elvesztik. Lehet még változtatni? Sajnos nem. Biztos? Biztos. Ha nyer, semmi gond, de azt mondtam helyre. Kezdődik. Ott van a hatos számú.
elindulnak. Gyerünk, Wilson! Gyerünk, gyerünk! Igen, ő vezet! Fuss, te nyavajás! Szerencséjükre Wilson Pickett jól versenyez. Már megnyerte? Innen nem veszíthet. Nem, szerencsére, hála az égnek. Futás, futás! Ne! Oh. Katasztrófa. Kimegyek. A hibája 2000 fontomba került. Mi az, hogy a hibája 2000 fontjába került? Azt mondta Wilson Pickett. Nekem 200-ba van. Nekem 2000-be. Várjunk csak. Maga várhat, de nekem ebből elég. Várjon egy percet. Jézusom. Mindenki veszte, és a fiatal Balekra mutogatna. Azt hiszem, a haverod nagyon elszúrta. Biztos, hogy nem mondott mást a telefonban? Semmit. A telefonos félreértés miatt a csoport vesztett 3500 fontot, a fogadóiroda pedig annyit nyert. Svindlereink azért nem vigasztalhatatlanok, távolról sem. Mert övék a fogadóiroda. Nézzük meg, hogyan lehetséges ez. Svindlereink kibérelték ezt az üzlethelyiséget és fogadóirodává varázsolták néhány fogadási útmutatóval, hamis szelvénnyel és tévével. A svindlerek csapatához tartozik minden, ami itt látható. A csinos lánytól kezdve az előre rögzített kutyaverseny felvételig. Égyni! Tetszik? Jól néz ki! A futam után könnyű megmondani, melyik kutya ért célba elsőnek, avagy másodiknak. A név Wilson Pickett, arra tegyenek minden pénzt. Hála a rossz térerőnek, a Balek nem hallhatta Paul utasításának fontos részletét. Helyre! Nem mondta. Így a Balekok nem a biztos nyerőre, hanem a biztos vesztesre tették fel minden pénzüket. Egy valami végig biztos volt, a svindlerek besöprik a Balekok pénzét. Ráadásul annyiszor ismétlik meg, ahányszor kedvük tartja. Ez a tiétek? Fogadjanak a nevemben, és a tőlem kapott infóval annyit nyernek, amennyit csak tudnak. Köszönöm. 450. Természetesen akárhányszor futja le a futamot Wilson Pickett, egyszer sem fog nyerni. Svindlereink ellenben verhetetlenek. Az biztos, hogy betörném a búráját. Kidobtam az ablakon azt a 300 fontot, amit a születésnapomra szántam. Feltettem egy kutyára, mert egy ismeretlen rávett arra, hogy ezt tegyem. Egy valamit érdemes megjegyezni. Ha fogadni akarnak bármilyen versenyre, azt egy ismert fogadóirodánál tegyék. Ha egy ilyen lehetőség esik az ölükbe, nagy valószínűséggel csalás áldozatai lesznek. Közreműködött Lang Balázs, Németh Borbála, Megyeri János, Szokol Péter. Magyar szöveg Jó Eszter, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Farkas László, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.